Az Ózoltkő ágyazat a vasúti pálya fontos része, melynek feladata a kellő rugalmasság, ugyanakkor a stabil alátámasztás biztosítása. Pomáz előtt egy vízzsáknál járunk. Az ágyazatnál a jó vízzáteresztő képesség garantálja a csapadék gyors elvezetését, ehhez azonban megfelelő méretű kövekből kell állnia. Az igénybevételek hatására a kövek törnek, aprózódnak, amely eredményeképpen egyre több lesz a finom szemcse a vasúti pálya felső részén. A rugalmasság csökken, a víz elvezetése pedig nehézkessé válik. A saras ágyazat hatására a vasúti pálya geometria állapota gyors romlásnak indul, ami kihat az utas komfortra is. A vágányhálózaton pontszerűen megjelenő vízzsákok kézi és gépi erővel felszámolhatóak, akár éjszakai üzemszünetben is. Ennek előnye, hogy a hévforgalmat nem akadályozza a munkavégzés, ugyanakkor a sűrűn beépített, lakott területen zavaró lehet a zajterhelés. A vízzsák megszüntetés lényegében az ágyazati anyag lokális cseréjét jelenti. Ehhez fel kell oldani a sín leerősítéseket, át kell rendezni a keresztaljakat, olykor meg kell szakítani a sín folytonosságát. Az új zúzott kő ágyazatot megfelelően be kell tömöríteni annak érdekében, hogy a vágány ne mozdulhasson el az áthaladó járművek hatására sem. Nálunk dolgoznak a legjobb pályamunkások. Ezek már az első vonat előtti utolsó simítások.